Jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója november 26-án csütörtökön. Nézzük először a legfontosabbakat. Téli gumi, nem érdemes tovább húzni a cserét. Ingyenes internet, még nem tiszta, hogy kiállja a költségeket. Postán is lesz idősáv, nyitást követően az időseket előre engedik. Most pedig jönnek a részletek és további híreink. Egyre több jel utal arra, hogy nyakunkon a tél, így nem árt az autónkat is felkészíteni az időjárás okozta változásokra. Míg a környező országokban sok helyen kötelező a téli gumi használata, Magyarországon még mindig nem. Azonban mindenképp ajánlott a hőmérséklet tartós 7 fok alá esésekor téli gumira váltani. Nem csak magunk, de mások érdekében is. A nyári és a téli gumi nem csak a mintázatban, hanem összetételben is eltér egymástól, ami azt jelenti, hogy másképp reagálnak a levegő, és ezáltal az aszfalt hőmérsékletére is. Ezért fontos, hogy a megfelelő időben a megfelelőt válasszuk, és időben cseréljük azokat. Általában, amikor előírják, én megejtem. Annak ellenére is, hogy most sok minden kering a levegőbe, érdemes megcsinálni, mert 5 fok alatt komoly dolgokat tud művelni a nyári gumi. Aki nem tapasztalta még, az nem tudja. A téli gumi ezzel szemben sokkal, sokkal biztonságosabb. Akár tapadás, akár egyéb szempontból sokkal biztonságosabb. Jó ideje már 4 évszakos gumikat is vásárolhatunk, de fontos, hogy ne keverjük az abroncsokat. Mindegyikből 4 darabot használjunk, hiszen az a legbiztonságosabb. Néhányan szeretnének 2 darab 4 évszakos, 2 darab téli gumit feltenni az autóra, ami nem okvetlenül helyes, az viszont semmiképpen nem, hogy 2 nyári gumi és 2 téli gumi legyen fenn. Tehát vagy 4 nyári, vagy 4 téli, vagy 4 darab 4 évszakos legyen fenn, az a biztos megoldás. Ellenkező esetben akár a rendszámunk is bánhatja. A szakértő szerint a legrosszabb téli autógumi is sokkal jobb választás ebben az időszakban, mint egy nyári. Ráadásul nem feltétlenül kell a legdrágább autógumit választani, mert az olcsóbbak között is vannak megfelelő biztonságot nyújtó abroncsok. Maradnak a jelenlegi járványintézkedések, jövő hétig nem változtat, nem szigorít a kormány. Ezt Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a mai kormányinfón. A sajtótájékoztatón szó volt még egyebek mellett a vakcinák kérdéséről, az iparűzési adó sorsáról és arról is, hogy a tömeges tesztelés eredményeit a jövő héten fogják nyilvánosságra hozni. Az interneten olvasható adatok szerint Nagykanizsán jelenleg 343 fő van karanténban, közülük 201 főnél mutatták ki a fertőzést. A járvány megállításának hatékony megoldása a vakcina lesz, hangsúlyozta Gulyás Gergely. A politikus kiemelte, az oltóanyag beadatása nem lesz kötelező. A magyar hatóság vizsgálat, az akárhonnan szerzünk vakcinát, az Európai Unió által megrendelt vakcináknál épp úgy, mint az Egyesült Államokból, esetlegesen Izraelből, Oroszországból vagy Kínából szerzett vakcináknál, a magyar hatósági vizsgálat az nem maradhat el azt megelőzően, hogy ezeket Magyarországon bárkinek beadnánk. Nagy sajtóvisszhangot keltett nemrégiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének, Parrag Lászlónak azon javaslata, hogy a válság miatti nehézségek enyhítésére minden cég számára töröljék el idénre és jövőre a helyi iparűzési adót. Gulyás Gergely elmondta, ez egy radikális javaslat, és a kormány még nem hozott döntést róla. A kormány gondolkodik átfogóan is a cégek számára adó mérséklésekben, adócsökkentésben, adókönnyítésben, de sem más adó nem kapcsán, sem az iparűzési adó kapcsán semmilyen döntés egyelőre nem született. A tanárok jelenleg csak akkor kapnak 100%-os táppénzt, ha igazolni tudják, hogy a munkahelyükön fertőzöttek meg. Gulyás Gergely szerint ez egy bonyolult procedúra, így az egyszerűsítés érdekében jogszabályváltoztatást fog kezdeményezni a kormány. Az operatív törzs mai tájékoztatóján megtudhattuk, hogy 6360 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus fertőzést, ezzel 192.047 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, és meghalt 115 fő.
Müller Cecília, országos tisztifőorvos elmondta, van egy kiugrás a mai adatokban, és a közeljövőben is lehetnek hasonló napok. Egy folyamatos adatszolgáltatást kérünk és várunk el mindazoktól, akik számunkra adatot szolgáltatnak. Ez most már nagyon sok több forrásból érkezik a Nemzeti Népegészségügyi Központba, hiszen a feltüntetett PCR vizsgálatok számán túl önök előtt is ismert, hogy többen antigén alapú gyors teszttel diagnosztizálnak fertőzött személyt. A tisztifőorvos arra is kitért, hogy ma már bizonyított az az állítás, hogy a dohányosok és a kóros elhízásban szenvedők számára nagyobb a kockázati faktor. Ahogy arról híradónkban már többször beszámoltunk, ezért is javasolják azt a szakemberek, hogy a mostani időszakban se hanyagoljuk el a testmozgást. A mai naptól két fontos intézkedés lép életbe a Magyar Posta összes fiókjában. Annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, ahány kiszolgálópult működik, illetve a nyitást követő egy órában elsőbséget élveznek a 65 év felettiek. Az új eljárásrendre azért volt szükség, hogy csökkenjen a fertőzés veszély. Az egyedi várakozási rend ugyanúgy fog működni, mint tavasszal. Ennek értelmében egyszerre csak annyi embert engednek be, ahány kiszolgáló pult üzemel. Ez alatt a posta munkatársai arra kérnek mindenkit, hogy a bejárat előtt egymástól másfél méteres távolságra várakozzanak. Az egyedi várakozási rend miatt a nagyobb postákon található ügyfélhívó nem fog működni. Az idősek számára javasoljuk tehát, hogyha tudnak, akkor közvetlenül nyitás után érkezzenek, hiszen ilyenkor munkatársaink ott a postán előre fogják őket vinni a sorban, és hamarabb ki fogják őket szolgálni. A többi ügyfelünktől pedig ezzel a türelmet kérünk. Fontos tudni, hogy itt nem kizárólagosan csak 65 év felettieket fogunk kiszolgálni ebben az egy órában, hanem ők elsőbséget élveznek, tehát előrébb kerülnek a sorba. Az oktatásban dolgozók pozitívan vélekednek az ingyenes internet hozzáférési szolgáltatás biztosításáról. A szolgáltatók gyorsan cselekedtek, hogy még időben meghirdessék a lehetőséget. Azt azonban még nem tudják, anyagilag kit fog terhelni az ingyen net költsége. Akik szeretnék igénybe venni, azok péntekig kérhetik a kedvezményt. A kormányrendelet szerint a helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás 30 napra ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben. A Batthyány Lajos gimnáziumban eddig már több pedagógus és diák is megigényelte. Úgy gondolom, hogy ez a családok számára, a szülők számára és a pedagógusok számára egyfajta gesztus és egyben segítség is. És hozzám pozitív jelzések jöttek. Több kollégám már ezt a lehetőséget kihasználta. Ugye különböző szolgáltatók vannak, és őket kell megkeresni, ott kell regisztrálni, kell az oktatási azonosító. A gyerekek részéről pedig a szülők tudják ezt megtenni. Stábunk megkereste az egyik helyi szolgáltatót, milyen tapasztalataik vannak ez idáig. Ők a honlapjukon meg is osztották, és bár több felületen is meg lett hirdetve, eddig hozzávetőleg 400 ügyfél jelezte, hogy igényelnék. Ez gyakorlatilag a lakossági előfizetőknek 3%-a. Technikailag úgy működik, hogy a decemberi hónapnak a számlájából kell jóváírnunk 30 napot a internet előfizetésből. Ezt amikor kihirdették szombaton, már vasárnap megkértem a webfejlesztőket, hogy gyakorlatilag csinálnak erre egy felületet, hogy online meg lehessen ezt rendelni. A szolgáltatók még nem kaptak arról információt, hogy az ingyenes szolgáltatás költségei őket terheli, vagy az állam hozzájárul a kiadásaikhoz. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Boros siker, szép eredményt ért el a Pirkadat Rozé. Koszorú, házilag is készíthető adventi asztaldísz. Harmadik helyezést ért el az Országház bora idei megmérettetésen, azzal a szabari Pirkadat nevet viselő rozébor. Az Országház bora pályázat célja, hogy a zsűri kiválassza azokat a kiemelten jó minőségű borokat, amelyek reprezentációs alkalmakkor az országgyűlést képviselik. Magyarország nemzeti és nemzetközi arculatának évszázadok óta fontos pillére a jó hírű magyar bor. Az idei versenyre 18 magyar borvidék 103 borászata nevezett. A pincék összesen 9 kategóriában nevezhették a versenyborokat, és 2020-ban szerepelt először rozé a válogatásban.
A kányavári borbirtok 2019-es pirkadat rozéja ezzel a harmadik helyezéssel komoly, pozitív visszaigazolást adott a tulajdonosoknak, dolgozóiknak és a zalai borvidéknek is egyaránt. Azért ez egy kicsit több is, mint a borászat, egy picit nemzet is, meg egyben borászat is, és mi mindig szerettük az olyan kihívásokat, ami valamiért eltér az átlagostól, és úgy gondoltuk, hogy az Országház Bora versenyen elindulni, és ott esetleg valamilyen címet vagy helyezést elérni, az egy kicsit olyan érdekesség lesz, és hát sikerült idén két bort neveztünk, és az egyik borunkkal, a rozénkkal elértük a harmadik helyezést, ami hát nagyon-nagyon jó visszacsatolás a kollégáimnak, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a boraink jók legyenek. Nagyon jó visszacsatolás nekünk tulajdonosoknak, hogy az az út, amin most elindultunk és amin megyünk, azon érdemes haladni, és nagyon jó visszacsatolás azt gondolom a zalai borvidéknek is, hiszen a zalai borvidéken sok olyan borászat, mint amilyen mi is vagyunk, azért küzd, azért dolgozik, azért hajt, hogy újra ott legyünk a megfelelő borvidékek listáján. Egyedi kézzel készített adventi koszorúkkal is készülhetünk a közelgő ünnepekre. Ezen a vasárnapon már elkezdődik az adventi gyertyagyújtás. Ez a hagyományos adventi koszorú. Igen, de egy kicsit újra gondolva, itt csak a színei maradtak meg a hagyománynak megfelelően, tehát a három lila gyertya és az egy rózsaszín. A hagyomány szerint az adventi koszorún négy gyertya van, karácsonyig minden vasárnap egyel többet gyújtunk meg, és mindegyik mást-mást jelképez. Az első a hitet, a második a reményt, a harmadik, az egyetlen rózsaszín gyertya, az örömöt, a negyedik pedig a szeretetet. Napjainkban már az adventi koszorú házi készítése is egyre népszerűbb, csak az ízlésünk és a képzeletünk szab határt, hogy milyen színe és formája legyen. Elég érdekes színek lettek a trendi színek, ilyen a sötétkék. Hát nem tudom, hogy itt a mi környékünkön egyáltalán ez számunkra befogadható, nem tudom. Sokan még mindig kérik a klasszikus karácsonyi színeket, mint a piros, zöld és az arany, és ezen kívül egyébként számtalan lehetőség kínálkozik, bármi megvalósítható, bárki otthon tud magának készíteni. A mézes kalács a téli ünnepi időszak egyik hagyományos édessége. Annak, aki nem ragaszkodik a szokványos koszorúkhoz, mézes kalácsból is készülhet az adventi asztal dísze. A süteményen a különböző minták és díszítések a közelgő karácsony hangulatát idézik. Adventi koszorúból most olyan 5-6 fajtát készítek, de mindig találok ki újabbakat, vagy ha úgy van rá igény, akkor szívesen elkészítek bármilyet. Általában a fehér az, ami érdekes, ilyenkor karácsonykor ugye, hogy kis havas, aztán szoktam kis térbelieket, amin picike kis fenyő, kis házikó, kis templom, ugye, és akkor úgy vannak benne a mécsesek, aztán lehet színeset, színes gyertyával is. Advent első vasárnapja idén, november 29-én lesz. Ekkor gyújthatjuk meg az adventi koszorún az első gyertyát. Egy nagykanizsai fiatal zenész, Körhöcz Milán is bekerült a Virtuózok tévés válogatójára, és megmérettette magát a kamerák előtt. Milánt Tatár Csaba készítette fel. A 6 évvel ezelőtt elindított Virtuózok egy klasszikus zenei tehetségkutató műsor, és a klasszikus fiatal tehetségek felfedezésére összpontosít. Milán híradónknak elárulta, izgatott volt, hiszen 9 neves zsűritag előtt kellett trombitálnia. Bár a járvány nehezítette a felkészülését, ez nem tántorította el a versenytől. Az nyilván számított, ugye, hogy a tanárommal nem tudtunk gyakorolni, meg hát az is, hogy a zongora kísérőben, mert ugye nyilván ez egy zongora kísérletes darab, és ugye azzal se, hanem amikor felmentünk Pestre, akkor kaptam először a zongora kísérőt, és több hónap után akkor tudtam először úgy játszani. Milán még csak 4 évet trombitál. A felkészítő tanára szerint azonban hamar kiderült róla, hogy tehetséges és árad belőle a zene. Ezt mi sem mutatja jobban, mint ezévi eredményei. Korábban igazából mondjuk az elmúlt egy év, ez a 2020-as év is, pedig itt van ez a koronavírus sajnos, és mégis szépen jeleskedett eredményekben a Milán, mert februárban a Sziszkun versenyen Szombathelyen aranyat nyert, utána a megyei részúrs találkozón is aranyat nyert, és utána pedig Sümegen volt egy kamara verseny márciusban, ami Nihó díjat kapott egy trombita trióval vendégeimmel. Korábban 2018-ban Vanyó Karsa is remekelt a Virtuózok tévés válogatójában. Őt szintén Tatár Csaba készítette fel. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Téli gumi, nem érdemes tovább húzni a cserét.
ingyenes internet, még nem tiszta, hogy kiállja a költségeket. Postán is lesz idősáv, nyitást követően az időseket előre engedik. Ez volt tehát a Kanizsa TV híradója november 26-án csütörtökön. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és hordják a maszkot, hiszen Kanizsán a parkok és a zöld területek kivételével mindenhol kötelező. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!